Sziasztok! Ebben a videóban egy kicsit a történelemről szeretnék beszélni. Néhány ember azt írta a kommentekben, hogy jó lenne, ha valamit mondhatnék a közös lengyel és magyar történelemről. Azt gondoltam, hogy ez egy jó ötlet, és kiválaszoltam néhány ember, aki nagyon fontos a lengyel és magyar történelemben. Akkor kezdjük! Nagy Lajos, lengyelül Ludwik Węgierski. Ő Magyarország és Lengyelország királya volt. 14 évszázalékban koronázták Lengyelország királyává, és megalakult a Lengyel és Magyar Unió. Az az igazság, hogy nem volt a legjobb királyi lengyeleknek, mert inkább a magyar dolgokra fokuszált. De érdemes megemlíteni, mert készítette az országainkat. Az első Ulászló, második Ulászló és második Lajos. Lengyelül Władysław Várnányczyk, Władysław II. Jagiellończyk és Ludwik II. Jagiellończyk. Ők magyar királyok voltak a lengyel Jagielló dinasztiából. Az első két királyok a magyar-török háború szimbólumát váltak. A második király Magyarországon Dobrze László neveznek, mert mindig, amikor valaki valamit válaszolta, ő Dobrze mondta, ami jól van lengyelül. Ez a név tökéletesen mutat az ő határozatlan jellemét. Az utolsó király a Mohácsi csapatban meghalt. Batory István, lengyelül Stefan Batory. Erdélyi fejedelem és Lengyelország királya volt. Feleségül vette Jagiellónkát Anna, Jagielló dinasztiából, de a házasság inkább fiktív volt, mert nem volt a kapcsolat egymással. Bem József, lengyelül József Bem. Ő tábornok volt, és 1848 és 9 forradalomban volt, és harcolt ott. A legfelsőbb parancsoka volt ebben az idején. Bem számos csapat nyert, és felszabadította Erdélyt. A parancsoksága alatt volt többek között Petőfi Sándor, aki az adjutáns volt. Egyik versében Bemről írt. Az erdélyi hadsereg. Mi ne győznénk, hiszbam a vezírunk. A szabadság régi bajnoka. Két nemzet van egyesülve bennünk. És még két nemzet. A lengyel és magyar. Nem volt az egyetlen lengyel a hadseregben. Két lengyel legjobb volt, és egyiket Wyszocki vezette. Kossuth Lajos lett Bemnek a magyar hadsereg fő vezetője. A temesvári csapatban legyőzték, és a forradalom Magyarországon elesik. A magyarok Bem Apunak nevezik. A Bem szobrája mellett, ami Budán van, 1956-ban a diákok kezdtek sztrájkolni, ami válasz volt a lengyelországi eseményekre. Teleki Pál, Antol József és Szlávik Henrik. Ezt a három ember egy kategóriában soroltam, mert a második világháború idején élt. Antol Józsefről és Szlávik Henrikről már többet beszélgettem a filmemben, a címe Öt magyar vonatkozású hely Varsóban. Teleki Pál, mindenki tudja, miniszterelnök volt. A lengyelek ismernek, mert egy levélben Hitlernek azt írta, Magyarország részéről nemzeti becsület kérdésére az, hogy ne vegyen részt semmiféle agresszióban Lengyelország ellen. Ennek folytán, semmi körülmények között nem engedhetjük,
meg német csapatok Magyarország vasútvonalakon történő átszállítást Lengyelországba. A háború idején dolgoztak, és kb. 30 ezer lengyel menekülteknek segítettek, vagy inkább mentette meg az életet. Antól a lengyelek nagy barátja volt. Hála neki, hogy megnyílt Balatonbogláron, vagy van, inkább on, az egyetlen lengyel gimnázium Európában, nem Lengyelországban. Václav Felcsák. Ő lengyel történész, egyetemi tanár, a közép-európai szakértője volt. A magyar nyelvet tökéletesen megtanulta, mert a budapesti ötfős kollégiumban diákja volt. A Magyarország története című könyvet írta, amely a közelmúltig az egyetlen lengyel nyelvű könyv a magyar történelemben. A második világháború idején a lengyel emigráns kormánynak a titkos híreket adta. Fontos szerepet játszott az első demokratikus magyar ellenzék 1989-ben az egyetemistákkal találkozta, és például egyszer azt mondta: alakítsátok politikai pártot, valószínűleg lecsuknak benneteket, írte, de minden arra mutat, hogy nem kell sokat ölnötök. A Felcsák névű lengyel-magyar intézet néhány hónapja működik Magyarországon, Lengyelországon pedig most kezdi a tevékenységet. Többet információt a leírásban lehet találni. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, és remélem, hogy tetszett a videóm. Ha van kedvetek, legyetek szívesek, nézzétek a többi filmet is. És ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Köszi szépen, sziasztok!